Az év legcsaládiasabb vasárnapját rendezték meg Budapesten. A fesztiválon az egyszülős családoknak is segítettek, ugyanis kedvezményes áron táborozhatnak majd gyermekeik. Az emberi erőforrások minisztere híradónknak azt mondta, hogy a kormány kiáll az egyszülős családok mellett, és mint mindenki, így ők is igénybe vehetik a kormány családtámogatási kedvezményeit. Hamarosan egész nyárra kicsengetnek az iskolákban, a gyerekek már a nyári kalandokat tervezik, a legtöbb családban viszont hatalmas terhet jelent a vakáció, ugyanis munka mellett nem egyszerű lekötni a gyerekeket egész nyáron. Különösen nehéz helyzetben vannak azok a szülők, akik egyedül nevelik a gyermeküket. Amikor az ember egyedül neveli a gyerekét, akkor az azt jelenti, hogy kétszer ennyit kell minden nap teljesítenie, olyan, mintha az ember 200%-on kéne, hogy teljesítsen minden nap. Nem könnyű feladat, de én azt gondolom, hogy ha az ember gyereket nevel, akkor mégiscsak ez a legszebb dolog, amit tehet. Az egyszülős központ segíteni szeretne a csonka családoknak. 150 család részére kedvezményes áru nyári táborokat szerveznek. Már heti 3000 forintért felejthetetlen programokkal készülnek. Újbudán, Érden és Győrben 12 éves korig lehet jelentkezni a hetente változó tematikájú színházi, mese, sport, zenei, fotós és természet búvárnak közis táborokhoz. A kormány is támogatja az egyszülős családokat. Az emberi erőforrások minisztere szerint nagyon fontos, hogy kiálljanak a csonka családok mellett. A gyermeküket egyedül nevelő szülőknek az egyesületének azt hiszem 500 millió forint támogatást adtunk arra, hogy a tájékoztatás, a segítséget egymásnak meg tudják adni, és természetesen minden gyermekek után járó támogatásra ők is jogosultak, tehát természetesen ugyanúgy elengedjük a diákhitelüket, természetesen ugyanúgy a gyermekük után föl tudják venni a családtámogatási rendezben a kedvezményeket. Mi nem szeretnénk különbséget tenni ebben az ügyben. 2018 a családok éve lesz. Éppen ezért a kormány bevezeti a családbarát védjegyet és a családbarát turizmust. Ezt már a család és ifjúságért felelős államtitkár mondta a családi fesztiválon. Azt szeretnénk, hogyha minden vendéglátóhelyen, minden szállodában, mindenhol, ahol általában megfordulnak a családok, figyelnének arra, hogy oda gyermekek is érkeznek, tekintettel lennének arra, hogy mindenhol kell, hogy legyen etetőszék, hogy legyen pelenkázási lehetőség, és általában legyenek tekintettel a kisgyermekkel érkezőkre, vagy akár a nagyszülőkkel érkezőkre. Novák Katani hozzátette, hogy már várják a nagyszülők, az unokák, az egyszülős családok és a két gyermeket nevelő családok jelentkezéseit, ugyanis most már ők is igénybe vehetik az Erzsébet táborokat.